Hölgy válasz. Folytatjuk a múlt héten elkezdett témát. Nők a borok világában. Vendégeink. Erhard Zsuzsanna idegenforgalmi közgazdász. Családi vállalkozásukban 16 éve közösen dolgozik párjával. Két gyermek édesanyja. Szívügye a minőségi vendéglátás, a soproni borvidék és a jó kenyér. Szabad idejében szívesen süt és gasztronómiai témájú könyveket olvas. Luka Enikő, a fertőrákosi Luka pincészet tulajdonosa. Közel 20 éve a soproni borvidék egyik meghatározó jelensége, aki vörösboraival méltán hirdeti a fertőparti szőlők egyediségét. Évek óta a legjobb 50 magyar borász közé választják. Zahár Ágnes soproni születésű első generációs borász. Célja a soproni borvidék adottságainak bemutatása a hagyományos eljárással készült borokon keresztül. A borkészítés mellett a Zahár Appartmanok házigazdájaként várja a Sopronba érkező vendégeket. Zsuzsi, mit szóltak még? Nem most, mert talán most már nagyobb elfogadás van ezen a téren, de amikor elkezdtél szomeléként dolgozni, és kiálltál, mint nő, hogy nem néztek furcsán, vagy nem kérdezgettek, hogy jé, hát egy női szomelié, vagy ilyen nem volt? Dehogy nem, hogy ne lett volna. Az az igazság, hogyha az ember szakmailag képzi magát, és hogyha szakmailag biztos magában, akkor előbb-utóbb talán úgymond a legnehezebb társaság is megnyílik, enged, és megérkezik például egy borkóstolóra. Mi így szoktunk fogalmazni. Igen? Igen, tehát... Ez majdnem, mint egy színházi előadás. Tehát amikor azt mondja a színész, hogy tapintható a feszültség a nézőtéren, és akkor igen, akkor már ott vannak a nézők, ez ugyanígy folyik a borkóstolásnál is? Igen, azért, mert minden társaság összetétele más, és én éppen ezért mind a mai napig, hát sajnos a mai napig nem, mert ugye most nem tarthatunk borkóstolót, de én minden kóstolóra ugyanúgy készülök. Éppen azért, mert nem tudhatom azt, hogy ki ül le, kik lesznek a vendégek, én szeretném a maximumot adni nekik, és nagyon gyakran van az, hogy a végén meglepődnek, főleg férfi társaságok, hogy el lehetett beszélgetni a borról, és hogyha az ember tényleg a magyar borvidékekkel úgymond tisztában van, ismeri a nagy borászatokat, jártas a borkészítés különböző technológiáiban, különböző módszereiben, akkor már csak egyetlen egy dologra van szükség, hogy jó pszichológus legyen. És akkor sikeres lesz a kóstoló. Ugye én nem készítek bort, mi nem készítünk bort, tehát én elsősorban a soproni borászoknak a borait mutatom be, és ez pedig szerintem csak úgy lehet hitelesen, hogy én ezeket a borászokat személyesen jól ismerem, a borokat személyesen kóstolom, és hát a kóstolókra általában azok a borok kerülnek be, amikkel mind a megrendelő egyetért, és nekem is tetszik, hogy akkor ez az este most ezekről a borokról fog szólni. És akkor elképzelhető az, hogy egy borásznak, mert hogy nyilván minden borásznak van egyfajta lelkülete, célkitűzése, üzenete, meséje, hogy a borokat kortyolva ezek előjöhetnek? Tehát, hogy vannak ilyen jellegű különbségek is a borokban? Vagy pedig, te tudod, arra gondolok, hogy nem amikor azt mondjuk, hogy ilyen zamatos, olyan illatos, hanem egyfajta lelkülete. Természetesen minden bornak van lelkülete. Más az, amikor szakmailag bírálni kell egy bort, ugye ott megvan az, hogy milyen érzékszervi tulajdonságokat veszünk szépen sorba, hogy milyen a színe, milyen az íze, találunk-e benne hibát, tiszta-e a bor, vagy ne adj Isten zavaros. Ez egy szakmai történet, ez borbírálatnál, borversenyen fordulhat elő. Egy borkóstolónál, ahol vendégek ülnek az asztalnál, én sokkal szívesebben beszélek a borvidékről, hogy az itt élők hogy élik a mindennapjaikat, és igen, akkor jön az, hogy nekem milyen kapcsolatom van az adott borásszal, mert csak akkor tudok jól mesélni, hogyha jól ismerem őket. Enikő, az, hogy te női borász vagy, mert ugye így mondjuk meg, Ági is női borász, van jelentőség ennek a női jelzőnek? Van. Van? Hogy mi a jelentősége szerinted? Tehát, hogy mi az üzenete? Most itt, amit a Zsuzsi elmondott erről, hogy van, amikor hogy meg kell érkezni a vendégeknek, tehát én szerintem nekem van rá képességem, hogy azokat a vendégeket nagyon gyorsan megérkeztetem. Tehát, hogy jönnek, és szinte, mint hogy elkezdesz egy szeánszot,
észrevesznek, nem mernek beszélni, azonnal tiszteletet vált ki gyakorlatilag az a jelenlét, hogy egy nő megy oda. Tehát ez most visszaemlékszem arra, hogy 15 évvel ezelőtt, amikor még remegve és meg sem mertem szólalni, de akkor is az önmagában az a tény, hogy hát most mit akar itt ez a nő. Ezt éreztem. És akkor abban a pillanatban, hogy megszólaltam, mégiscsak sikerült átvenni úgymond az irányítást fölöttük, mert azonnal tiszteletet váltottam ki. Mert azért ők is tudják, a legegyszerűbb, a leglaikusabb fogyasztó is tudja, hogy azért ez nem egy, most nem akarok olyan szakmát mondani, tehát nem egy könnyű szakma. Na, tehát hogy azért ez fizikai erő kell, kitartás kell, az egy dolog, hogy kell szakmai tudás is, úgyhogy... Mérhetetlen szorgalom az év minden napján. Igen, és minden évben meg kell születned újján, ahogyan a szőlő is, hogy akkor valami újat találj ki, hogy valamitől izgalmas legyél, hogy megőrizd azt a színvonalat, ami eddig volt. Tehát, hogy ez millió apró, de nagyon fontos részletből áll össze. És igen, az, hogy nő, az egyrészt azt is jelenti, hogy nálam is biztos, hogy narcisz csokor várja őket, míg mondjuk lehet, hogy és nem megbántva egy somlói szőlős gazda, csak úgy puff leültet egy raklapra téged, hogy na, akkor tessék, lerakom a poharakat eléd. Hát annak is van egy feelingje, de... Igen, annak is van egy feelingje, de hogy megcsináljuk hozzá azt a kis gondoskodást, hogy lássák a környezetet, hogy milyen szép, hogy nekem fontos, hogy ott legyen egy virág, hogy az ablakok szépen le vannak mosva. Aztán megérkezik Bruno pókember jelmezben, ez úgymond szintén a show része. Tehát, hogy 8 éves kis fiadárójuk el. Az is életszerű, hogy itt egy nő, de akkor hol a gyerek addig, amíg ugye ő beszél, hát akkor szegénykém ő is oda bejött, vagy valamit mondott, szóval, hogy így, hogy ettől emberibb lesz. És a leginkább szerintem ezért van szükség nagyon sok helyen a nők jelenlétére, hát ezt most bátran merem mondani itt egymás közt, hogy pont ez a szín, amit a világban mi belevarázsolunk, hogy azért ezt nem tudja elvenni tőlünk senki se. Tehát, hogy ez a hely a miénk. Hogy egy kicsit színesebbé, egy kicsit szerintem emberibbé és érzelemmel telibbé tesszük, akár ezt a szakmát is, mint a borászat. Azért érdekes, amit mondasz, egyébként nem tudom, Ági, mi a véleményed róla, de azért gyakran halljuk azt, hogy ahol nők esetlegesen konkurálnak egymással, itt a borászokra gondolok, hogy ott azért nagyobb a konkurencia harc. Te hogy érzed téged, hogy fogadtak itt? Gondolok általában ugye a borászokra, hiszen azért még friss vagy ezen a területen, és a női borászokra. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól fogadtak. Az első ilyen élményem, amikor a mélyvészbe mindjárt beledobtak, az Enikővel ketten tartottunk egy borkóstolót közösen. Nagyon féltem, és egybe volt a gyomrom, mondjuk most is még a borkóstolók előtt, és ugyanúgy készülök minden alkalommal nyilván. De azt gondolom, hogy nagyon jól, mint ahogy akkor is az este nagyon jól sikerült. Jól fogadnak, és nem csak a női, hanem a férfi borászok is, és mindig látom a segítőkészséget, és ez nagyon jól esik, hogyha ha bármilyen problémám van, akkor nyugodtan fordulhatok borász kollégákhoz, és mindig támogató szavakkal, meg tettekkel tényleg segítenek. Anyák is vagyunk, ugye a női létben ez is benne van, és ezért éppen Enikő mondta, hogy nagyon kemény szakma a borászat, rengeteg sok mindennel jár együtt. Nem titok, hogy neked is két kis gyerkőcöd van. Mennyire nehéz összeegyeztetni a gyerekekkel való törődést, a gyerekeket, illetőleg a borászatot? Tehát itt gondolom azért egy folyamatos egyensúlyozásra van szükség, nem? Igen, nyilván, de mindig sikerül megoldani, és mindig azt szoktam mondani, hogy a borok is a gyerekeim egy picit, és mindig minden palac bornál, amit eladok, akkor egy kicsit fáj is a szívem, mert mintha a gyerekemet kellene odaadnom, szoktak ezen mosolyogni, úgyhogy működik ez, és azt hiszem, hogy ez csak segít benne, hogy anyaként ki tudok teljesedni a borászatban is, és a két dolog támogatja egymást abszolút. Érdekes, hogyha egy női témáról beszélünk, akkor Zsuzsi, te mit látsz, hogy vannak olyan női fogyasztási szokások a borfogyasztásnál, amit tipikusan a nőkre jellemző, vagy most már nagyon nehéz azért a női fogyasztási szokásokat és a férfi fogyasztási szokásokat elkülöníteni? Én azt gondolom, hogy vannak, hiszen a bevásárlásokat szerintem a nők intézik, úgy 80-90%-ban, tehát
például egy szupermarketben vagy egy boltban nő fog nyúlni a palackért, és nagyban meg fogja határozni a családnak a borfogyasztását. Természetesen leszámítva, hogy ha az édesapának van egy nagyon jó borász ismerőse, és csak tőle szerzi be a bor, tehát vannak ilyen esetek, de azt gondolom, hogy általában a nők végzik a bevásárlást, és a nőkre a másik nagyon jellemző dolog, hogy ők nem igazán raktároznak. Tehát amíg a férfiak azért is vásárolnak bort, hogy azt szépen a boros pincébe elfektessék, és akkor a szomszédnak 10 év múlva majd megmutatják, hogy nekik milyen van, és mennyi van, és hogy lehet, hogy az még jobb, mint ami az ő pincébe van, de nem így pontosan, ahogy mondod, de nem fogyasztják. Addig a női fogyasztók szerintem elsősorban a hamarosan fogyasztásra kerülő termékként döntenek a borról, és most itt ismét nem azokra az esetekről beszélek, amikor valaki borszakíró vagy borgyűjtő, mert a női társadalomban is van ez a réteg, de úgy gondolom, hogy ez az egyik fő vezérelv, tehát hogy inkább a közeli fogyasztásra törekednek, illetve a másik, hogy a hölgyek szerintem még mind a mai napig kedvelik az illatosabb, a könnyedebb, a számukra jobban fogyasztható borokat. De nem az édesebbet, ugye? Mert hogy ott azért történt nem, egy kis változás. Nem kifejezetten itt az édesre gondolok, én az illatos, könnyedebb fajtákra, de a női fogyasztóknál is már megvan az a tudatos réteg, aki ennél már tovább lépett, aki már más szeretne, és akkor itt szépen képbe jönnek, ugye először szerintem a könnyedebb vörösborok, egy csodálatos cvegelt, amit én itt a borvidéken, nekem Enikő cvegeltje a cvegelt egyébként, és ehhez lehet mérni, azt hiszem, hogy ez egy etalom. És aztán a kék frankos természetesen itt a soproni borvidéken, ami előbb-utóbb remélhetőleg minden soproni borfogyasztó család asztalára oda jut majd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben van egy változás, tehát hogy egyre tudatosabb a magyar fogyasztó is, és nem csak a borok terén, hanem ezt az egyéb termékekre is értem. Ugye a bor szőlőből készül. Tehát, hogy ez egy természet adta nedű tulajdonképpen, amihez a borász csak a hagyomány teszi hozzá, és remélhetőleg semmi mást. Ez így palacba kerül az asztalra, és így párhuzamot lehet vonni a bor, és minden egyéb olyan természet adta zöldség, gyümölcs és egyéb iránt, és a környezetvédelem is itt talán bejön a képbe, hogy igen, meg kell próbálni tudatosabban élni, meg kell próbálni a környezetünkre jobban odafigyelni, mert ebből csak egyet kaptunk. Enikő, te egy helyütt azt nyilatkoztad, hogy tulajdonképpen minden egyes borodnak külön más és más a meséje, minden egyes borod tulajdonképpen ebben az olvasatban egy izgalmas könyv. Légy szíves, mesélj nekem mondjuk az egyik kedvenc borodról, ami olyan nagyon izgalmas számodra, és mi a meséje annak a bornak, amit most kiválasztasz? Tudom, hogy rengeteg vagy több közül választhatnál, de most egyet emelj ki nekünk. Jó, akkor mivel a Zsuzsi a Zweigeltet mondta, akkor legyen a Zweigelt. És az, hogy ezt egyszer valahol mondtam, így is van egyébként, mert nem csak úgy, hogy egy adott fajtának van egy külön története, hanem azért sokszor előfordul, hogy bevillan, hogy 2005 és az a kék frankos, vagy 2008 és az a merlo. Ja, szóval, hogy így vannak úgymond ilyen legendás borok, vagy amelyekhez egy nagyon különleges díj kapcsolódik, vagy egy olyan élmény, ami abban az évben ért téged. Tehát, hogy azt szoktam mondani, hogy igen, kibontjuk a bort, mint ha kibontanánk egy képeskönyvet, és belelapozunk az életünk lapjai közé, és ott ezek csak illatokkal és ízekkel tudunk visszaemlékezni egy akkori hangulatra. Mondom én ezt, hiszen ízig-vérig ugye a lényemmé vált maga a bor, meg a borkészítés, meg a szőlő és minden. Ez egy kicsit furcsának hangzik biztos annak, aki teljesen más szakmában van. De hogyha a Zweigelt, akkor az azért fontos, mert a Zweigelt az egy kicsit szomorú a történet, de hát most miért nem mondanám el,
hiszen én nem akartam sose borász lenni, és én otthon mindig csak azt hallottam, hogy mucikám, ha látnád, hogy a Zweigeltnek micsoda lila a habja, de hogy milyen lila, és akkor mi apukámat akkoriban, hát van egy nővérem, meg az anyukám, tehát a három nő ugye mindig lehúrogta szegény, hogy apád csak hülyeségeket beszél, nincsen habja, hát mondjuk maximum a sörnek van habja, nem a bornak, és apu pedig mindig mondta. És amikor apu meghalt, és nekünk ki kellett menni, szőlőt művelni, szüretelni, összeönteni azt, amit ledaráltunk, ott keletkezett a cefre, az a rettenetes nagy edényben 800 vagy akár 1000 liternyi cefre, és meg kellett kevernem életemben először a cefrét, az erjedő szőlőt, akkor beledöftem a gerebjét, és feltört az a lila hab, amiről apu mindig beszélt. Na hát, és akkor tehát mindenki átélheti, hogy az micsoda pillanat volt, tehát ez borzasztó volt, hogy úristen, csak legalább egyszer mentem volna oda, csak egyszer hajoltam volna oda, amit mond, akkor már is a helyére tettük volna ezt az egész lila hab történetet. És aki ma eljön hozzám fertőrákosra a borászatba, az ott visszakapja a lilát egy lila függönyben, egy lila katicabogárban, egy lila virágban, amiből pont ma délelőtt vásároltam meg egy csomagtartóra valót. Tehát, hogy azokat az utakat járom ugyanúgy, és minden egyes Zweigeltnél ez mindig eszembe jut. És nyilván ez egy üzenet azoknak, akik nem figyelnek oda valamire, amire lehet, hogy nagyon oda kellene figyelni ma, holnap, mert lehet, hogy holnap után már nem tudnak. Hát nagyon sok érdekességet hallottam tőletek, és szerintem folytassuk ezt a beszélgetést legközelebb. Beszéljünk egy kicsikét szomorúbb témáról, ám annál aktuálisabbról, mert nem menjünk el ugye a járványhelyzet mellett, ami nyilván a ti életeteket, illetőleg tevékenységeteket is nagyon erősen befolyásolja, úgyhogy várlak titeket egy hét múlva ismét, elfogadjátok a meghívást. Köszönjük szépen.